Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a HCV Rewind, a 2016 augusztusi sörolimpia eddig még nem látott mérkőzéseivel, és aki most befut a ringbe, az minden idők első Revolution bajnoka, Ted Wellington, a szofisztikált szupergonosz, aki egy négy fős tornán nyerte el ezt az övet, az elődöntőben későbbi csapattársát Aiden Cortez-t, majd a salgótarjáni fináléban Chris Dice-ot felülmúlva. Ted Wellington egyébként is szeret első lenni a sorban, hiszen a Revolution bajnoki címen kívül a HCV Tag Team bajnoki öveit is elsőként birtokolta Nitroval együtt még két évvel korábban. Szóval Ted Wellington nem vár senkire, és történelmet írt a HCV-ben. Az ezúttal speakerként szolgáló Victoria pedig nem ok nélkül segít neki, hiszen ő ebben az időben Wellington menedzsereként dolgozott. Őt is sokféle szerepben láthattuk már azért, hiszen Zafar Amin HRM-ében debütált, később Wellington menedzsere volt. Aztán most már évek óta Chris Jokic oldalán láthatjuk a hosszú lábú szőke hölgyet. Ez most nem egy Revolution bajnoki címmérkőzés, hiszen Wellingtonnak eddigre már lekötötték a visszavágóját Chris Dice-szal a szeptemberi utolsó emberi gálára. Ezzel együtt semmi szín alatt nem nevezhetjük bemelegítő mérkőzésnek, hiszen Wellington ellenfele nem más, mint a kétszeres HCV bajnok, Renegade, a szervezet igazgatója. Ezekben az években Renegade nagyon sokat foglalkozott a saját önös érdekeivel, több csapatot is alapított, amelyek arra voltak hivatottak, hogy irányítsák az egész HCV-t, ilyen volt a kör, majd később a rend is. Azonban most, ahogy láthatjuk is, amikor a HCV idejött a sorolimpiára és kilépett a komfortzónájából, a Renegade félre tudta tenni átmenetileg ezeket a dolgokat, és 100%-ig a szervezetet képviselni. Wellington pedig nem akar Renegade közelében lenni, mint láthatjuk. A Renegade-nek nem semmi éve volt 2016-ban, hiszen alig két hónappal korábban legyőzte a későbbi NXT bajnokot, jelenlegi WWE Superstart Aleister Black-et a Vendettán, ami azért nem kis fegyvertény, és esetleg még azt is megemlíthetem, hogy Salgótarjánban legyőzte Chris Jokicot, Jokic karrierének első HCV-s mérkőzésén, tehát ez egy felkészült és veszélyes Renegade itt 2016-ban. Egy érdekes adalék még a mérkőzéshez, hogy Ted Wellington ugye a körcsapat oszlopos tagja volt, amit Renegade vezetett, ám amikor ez a formáció szétoszlott, amikor Nitro a HCV bajnoki címet vette célba, Wellington ott maradt egy időre az út szélén, és ugye Renegade később már új csapatot alapított Icarusszal és Doverrel, a rendet Wellingtonról pedig elfeledkeztek, és Wellington ezt felettébb zokon vette, és ez egy személyes felhangot ad minden találkozásának Renegade-del, aki most a nagyobb termetét kihasználva bekényszerítette Wellingtont a mérkőzés elején a sarokba. Érdekes párosítás, tehát itt alsó őrsön át a túlsó sarokba Wellington, és egy clothesline Renegade-től, majd jön a következő már is, nagy lendülettel kezdi a rossz fiú a mérkőzést. És egy body slam, amit végig lekövetett a talaig Renegade, de nincs belőle tus helyzet Wellingtonon. Még egyszer mondom, tehát ez nem Revolution bajnoki címmérkőzés, a téta résztvevők büszkesége szuperkikre készül a Renegade, de Wellington észleli a veszélyt, és a ringen kívül keres menedéket. Wellington nem ok nélkül nevezték szofisztikált szupergonosznak, mindig is a ravassága volt az egyik legnagyobb fegyvere. Egy módszeres birkózó, ki mindig haditervel érkezett, tett egy kört most a ringen kívül, és a Renegade követte, ami egy hiba volt. Wellington egy alacsony dropkickkel elkapja őt, amikor éppen visszamászna a ringbe, és Wellingtonnak csak ennyi kellett egy kis távolságtartás Renegade-től, hogy a maga oldalára billentse ezt a küzdelmet. El kéne engednie most viszont Renegade torkát. Renegade bele sétált ebbe a csapdába, ahelyett, hogy megvárta volna Wellingtont, amíg magától visszatér a tízes számolás vége előtt, inkább üldözőbe vette őt, és Wellingtonnak pont ez volt a szándéka, hogy elkapja őt abban a pillanatban, amikor sebezhető. Közben kétes értékű tanácsokat kap Wellington a közönségtől, és erre ő azt feleli, hogy majd akkor csinálja, amikor ő akarja. A középső kötére szorítja Renegade torkát, rendkívül kellemetlen manőver. Elvágja az ellenfele levegőjét, vele Otto Biro figyelmeztet is, hogy ezt nem szabadna.
Wellington viszont pontosan tudja, hogy amíg a bíró ötig számol, addig tehet, amit szeretne. Renegade megpróbálna visszajönni a mérkőzésbe, de Wellington ezt kivédekezi. Tus helyzet. A közönség erős antipátiával fogadja Wellingtont, amin őszintén szólva nem vagyok meglepődve. És valamit a mérkőzés vezetőnek reklamál Wellington. Azt mondja, hogy kivégzi Renegade-et, talán még korán van ehhez, és a Renegade is kiválóan védekezik ebben a szituációban. Most viszont egy drop toeholddal kigáncsolja az ellenfelét Wellington, és jön a könyökös a Renegade-re. Wellington minden kisebb manőver után megpróbál tusra menni, ha nem is feltétlenül a győzelem reményében, hát azért, hogy ellenfelét fárassza azzal, hogy kirúgásra kényszeríti. Láthatjuk Wellington módszeres stratégiáját, és a Renegade most próbál erőt meríteni valahonnan mélyről és visszajönni a mérkőzésbe. Ez egyelőre nem sikerül. Most viszont ott van a clothesline, Wellington pedig ebbe beleszaladt. Már legalább a harmadik nagy clothesline-t nyeli be ezen a mérkőzésen Wellington. És a Renegade kiemeli őt, Wellington védekezik és beviszi a dropkicket. Wellington rettentően szeretné bizonyítani Renegade-nek, hogy hiba volt lemondani róla, amikor a kör feloszlott, és hogy most ő újdonsült Revolution bajnokként a szervezet egyik húzóneve lehet, és ehhez szeretné legyőzni most az igazgatót ezen a mérkőzésen, jókor a szuplexet dob be. És a Renegade a derekára esett, derekát és a hátát többször is támadta már Wellington a mérkőzés folyamán, és a mérkőzés vezető most figyelmezteti is, hogy legyen tekintettel az ellenfele testi épségére már, amennyire egy birkózó mérkőzésen lehetséges az ilyesmi. Nem hiszem, hogy ezt Wellingtont különösebben meghatná. Tovább püföli, ostorozza ott Renegade-et a padlón, nem engedi felállni. Azt kell mondanom, Wellington eddig kiválóan kontroll alatt tartja az összecsapást. Talán a nagyobb manőverek hiányoznak egyelőre ahhoz, hogy el tudja tenni lábaló a Renegade-et. És talán most egy ilyen nagyobb manőverre készülne, de túl sok ilyet vár, túl sok időbe telik ez, és a Renegade felpattan, nem kellett így talpra állnia, de meg akarta mutatni, hogy van még benne élet. Elkapja Wellingtont a kötélen, tökéletes pozícióban van a Superplexhez, és a Wellington nem tudja kivédekezni, ez nagy esés lesz, ott is van a Superplex. Ami azért egy veszélyes manőver, Renegade is a derekához kap ismét, hiszen itt a támadó fél is jókorát kap az eséskor, de ezek után csak képzelhetik, hogy akkor mekkorát kap az, aki a rosszabbik végén van ennek a manővernek. Meg kell próbálnia mindkét résztvevőnek talpra vergődni ezekben a pillanatokban. Renegade elhajol, és jön az újabb clothesline. Renegade nagyon hatékonyan alkalmazza a clothesline-okat, az alapmanővereket ezen a mérkőzésen. Sarokba keverednek, és ott jönnek a további ütések a rossz fiútól. Majd egy csopp is, csak amihez tartás véget. És most elkapja Renegade Wellingtont. Azt hiszem, tudom mire készül. Jöhet a Fallaway Slam! Meg is van! Meg fogja kísérelni a tust, Renegade, azonban Wellington kirúg, ez még nem elég. Mindazonáltal a Renegade úgy tűnik, hogy vissza tudott jönni ebbe a mérkőzésbe. Wellington most már nincs annyira nyerekben, mint néhány perccel ezelőtt. Renegade célkeresztben tartja, miért is kéli a Vesco kickre készülne? De Wellington elmozog előle az útból. És most érkezik ő a shotgun dropkickkel. Roppantul elégedett magával Wellington. Tusra is megy, de ez is kettő, hát esetleg nem a haját kéne igazgatni, amielőtt két vára próbálja fektetni az ellenfelét, Ted Wellington. Hogy az Istenbe? Teszi fel a jó kérdést. Szerintem elsősorban magára kéne feltennie. Wellington folytatja a támadást, és egy újabb clothesline Renegade-től.
ezzel nem tud mit kezdeni Wellington a mérkőzés folyamán. És most Renegade megpróbálja kiemelni Wellingtont a vállára. Megbicsaklott Renegade dereka, ugye az a derék, ami nagyon sokat kapott. De most érdemes odafigyelni arra, amit Renegade csinál, nem akad fönt a hibáján, hanem egyből rámegy a body slamre. És bár tus nincs belőle, ez egy nagyon fontos pillanata volt a mérkőzésnek, egy rutintalanabb ember. Könnyen elkezdett rágódni azon, hogyha elrontott valamit, de Renegade veterán módon rögtön ment a következő mozdulatra. És így talán kézben tarthatja a küzdelmet. A Heldorado Powerbomb jár Renegade fejében, ki is emeli hozzá Wellingtont, Wellington azonban mindent bevet, hogy megúszza, és ez most az övé lesz, Swinging Neckbreaker, nyaktörő manőver Wellingtontól, ami gyorsan lekövet egy Sentonnal, ebből is túlsájzett lesz, ezután nem vesztegeti az időt, de Renegade így is ki tud jönni belőle. Wellington dühöng. Nem volt elég a Neckbreaker, és most készítheti a következő haditervet, mert ez nem jött be. Ismét a köteleket választja Wellington, ugye az a legutóbb nem vált be neki. Talán ezúttal több sikerrel jár majd. Elrugaszkodik egy Sentonra készült a kötelekről, de most a Renegade volt az, aki elmozgott az útjából. És pozícióban beviszi a Vesco kicket Renegade. Hanyagult Tushra, és ez meg lehet! 3! Renegade megnyeri a mérkőzést! Hiába Wellington előnye, Renegade vissza tudott jönni, Renegade meg tudta csinálni, és a Vesco kickkel véget vetett a mérkőzésnek. Ted Wellington ugyebár nem veszíti el a Revolution bajnoki címet, az a kihívás Chris Dice-ra vár, hogy elvegye tőle a következő gálákon. Renegade viszont újabb győzelmet arat, és nagy formában készülhet a 2016-os utolsó emberigre, a rend vezetőjeként.